Volodimir több mint két évig volt orosz hadifogságban. Az ottani körülmények és az átélt fizikai és lelki szenvedések mély nyomot hagytak benne. A most 21 éves fiatalember Mariupolban az Azovi acélművek védőjeként adta meg magát, és került őrizetbe. Hazatérése óta nehezen tud visszailleszkedni a mindennapokba. Terápiára jár, hogy sikerüljön talpra állni és a sebeket begyógyítani. Volodymyr Shevchenko lassan visszanyeri régi formáját, amit elvesztett az orosz fogságban. Ez erősíti az izmaimat, miután teljesen leépültek. A börtönben nem tudunk egyáltalán mozogni. Egyelőre a könnyebb gyakorlatoknál tartok. Volodymyr több mint két évig volt hadifogoly orosz börtönökben. És ezt nem csak a teste sínylette meg. Ha megnyomom ezt a gombot, mindig összerezzenek. Nagyon éles hangja van. Amikor először hallottam, Mariupol jutott eszembe két évvel ezelőttről. Volodymyr egységét 2022-ben nem sokkal az orosz invázió előtt küldték a dél-kelet-ukrajnai kikötővárosba. Még csak 20 éves volt, amikor részt vett a híres acélművek az Azov védelmében. Az elhúzódó ostrom után a felettesek parancsára ukrán katonák ezrei adták meg magukat. Volodymyrt is 15 társával zárták össze egy cellában. Minden nap megvertek minket, amikor felálltunk vagy megmozdultunk. Ők ezt átnevelésnek nevezték. Azt mondták, azért ütnek, hogy ne akarjunk többé harcolni, vagy ne tudjuk, miért harcolunk. Amikor kihallgattak minket, olyan katonai telefont használtak, amely áramot termel. Rákötötték a lábunkra, és úgy kérdeztek. Egy székre kellett leülnünk, a fejünkre párnahuzatot húztak. Fejjel előre mindig leestünk a székről, mert elektrosokkoltak minket. Képtelen voltam magam megtartani. Volodimir három fogát is elvesztette a verések közben, de azt mondja, hogy a legrosszabb az élelem megvonása volt. Több mint 20 kilót fogyott. Nem szabadott megosztani az ételt. 16-an voltunk, de csak 10 darab kenyeret kaptunk. Ha osztózkodtunk, megbüntettek. Azt akarták elérni, hogy összevesszünk. Úgy, hogy nem adtak elég ételt. Még a morzsákat is összesöpörtük, olyan éhesek voltunk. Volodymyr azt mondja, csak azért nem őrült meg, mert együtt volt ukrán sorstársakkal. Voltak közöttünk, akik építkezéseken dolgoztak. Voltak automániások. Minden nap más témáról beszélgettünk. Mondtam nekik, a lényeg, hogy ne forduljunk magunkba. Volodymyr 2024. június 25-én egy fogolycsere keretében került vissza Ukrajnába. A visszailleszkedése nehezen megy. Nem tudtam, mit mondjak a szüleimnek, a rokonaimnak. Apám most a fronton harcol. Őt nagyon jó volt újra látni. Olyan dolgok viszont problémát okoztak, hogy hogyan kéne megmosakodni, fogat vagy hajat mosni. Szétcsúsztam. Vagy az is, hogy hogyan ágyazzak be. Bonyolult lett ez is. Mert megszoktuk, hogy minden gyorsan kell csinálni. Ha lassan csináljuk, megvertek volna minket. Az ukránok folyamatosan törődnek a fogságban lévők sorsával. Volodymyr is részt vesz az egyik Free Azov tüntetésen. A vírasztást olyan családok szervezik, amelyek várják haza rokonaikat az Azov zászlóajból. Ezek a katonák szintén Mariupolban adták meg magukat, és fogoly várnak. Minden alkalommal, amikor a fiam nélkül történik meg egy újabb csere, összeomlok. Megszakad a szívem, mert mindig azt várom, hogy ő is köztük lesz. De nincs ott. A reményt nem szabad feladni. Volodymyr nemrég látogatta meg egyik barátját, akivel együtt harcolt Mariupolban. Ő is hadifogoly volt, és most szabadult.